Magyarország számára ugye ez egy történelmi lehetőség, hogyha nem csak a kohéziót, hanem kintebb a struktúrális, kintebb a struktúrális alapokat is nézzük, akkor Magyarország számára 8000 milliárd forint elérhető forrás van most is, meg volt is, és még lesz egészen a jövő év végéig. Ebből a 8000 milliárdból eddig 2500 milliárd forint lett kifizetve. Ez azt is jelent, hogy ugye, hogyha kivonjuk a kettőt, akkor 5500 milliárd forint, az a GDP-nek a 22 a még ott van, még kifizetésre vár. Ez nyilván egy történelmi lehetőség történelmi vétség is lenne, hogy ezt nem kifizetni. Tehát mindenképpen ezt jövő év végéig, azaz 2013. december 31-ig le kell szerződni, és kifizetésre pedig három és fél év van még hátra. Ha ezt elosztjuk ugye az 5500 milliárd, akkor azt jelenti, hogy éves szinten 1500-1600 milliárd forintot kell kifizetni, ennyinek kell kimenni a magyar gazdaságba. Ezt ha még jobban lebontjuk, tehát ugye nyilván egy elefántot sem egyszerre eszünk meg, hanem ugye kis harapásokban, akkor durván 30-40 milliárd forintot kell kifizetni, kifizetni hetente, tehát alapvetően a mostanihoz képest legalább kétszerese vagy akár háromszorosára kellene a kifizetést meggyorsítani. három fő ismér van ugye a pénznek a lehívásának. Az egyik az, hogy minél gyorsabban jöjjön, tehát nyilván gyorsítani kell a rendszeren. A másik, hogy megfelelő adminisztráció mellett, tehát nyilván szabályosan kell a pénzt elkölteni, és a harmadik pedig, hogy fenntartható legyen. Tehát az nyilván nem jó beruházás, hogy megcsináljuk most mondjuk az önkormányzat megcsinálja a százszázalékos támogatás intenzitású beruházást, viszont fenntartani, akár mondjuk egy óvodát vagy iskolát, azt már nem tudna. Tehát nyilván a fenntarthatóságra is figyelni kell. Ahhoz, hogy ez a hármas meglegyen, ahhoz, ahogy említettem is, mindenképpen egy nemzeti összefogásra van szükség, és mi azt gondoltuk, hogy egy olyan szupercsapatot kéne felállítani, akinek egy része az állami igazgatásból van, más részre pedig a civilekből, tehát tényleg azok, akik effektíve mondjuk pályázatokkal foglalkoznak, ők akár hetente is különféle javaslatokat adnának a mindenkori, vagy a minisztériumnak, vagy a Nemzeti felszesi Ügynökségnek. A fő feladatuk az lenne, hogy összegyűjtsék az összes információt, mind az állam, mind pedig a, kedvezményezeti oldalról, és javaslatokat tegyenek, nézzék, hogy hogyan lehetne átalakítani a rendszert. Tehát egy olyan szuper csapat, ami azt mondom, hogy 30-50 főből állna, aki abba segítene, arra adna információt az államnak, hogy hogyan lehet ezt a pénzt ugye minél hamarabb, minél jobb helyre oda helyezni. a pályázati rendszer úgy áll össze, hogy a nagy részét, a 60-70 százalékát az önkormányzatok és a non-profit szektor kapja, a maradék részt, tehát ezt a 30-40 százalékot kapják meg a vállalkozások. Nyilván azért, ha belemegyünk, a végén ugye mindent a vállalkozások kapnak meg, mert, mert nyilván polgármester még nem épített föl iskolát, tehát nyilván azt, hogyha megnyeri az önkormányzat a pénzt, iskolára, akkor nyilván áttételesen ez egy építőipari vállalkozás fogja megkapni. Tehát ami nagyon fontos, az, hogy a vállalkozások közül olyan cégek kapják meg ezt a pénzt, akik export képes termékeket állítanak elő, tehát exportálni tudnak, vagy közvetlenül, vagy pedig közvetetten, tehát valamilyen beszállítók egy multinacionális céghez, és azon keresztül, vagy pedig import helyettesítő terméket hoznak létre. A példámat szoktam mondani, hogy egy faluban, hogyha van egy pékség, ami három embert foglalkoztat, és mellette támogatunk egy új pékséget, aki ugyanúgy föl fog venni három plusz alkalmazottat, a falu eddig 22 darab kakaós csigát fogyasztott, nyilván ezután is ennyit fog, csak annyi, hogy majd az új pégséggel, tehát nyilván a régi pégség el fogja küldeni a három embert, az új pékség föl fogja venni a hármat, tehát nyilván Magyarország GDP-en nem fog változni, csak valószínűleg kicsivel jobb minőségű lesz a pékáról, és egy kis jövedelem átrendeződés lesz. Tehát azért nagyon fontos, hogy olyan cégeket támogassunk, akik, hogyha lehet, nagy hozzáadott értéket állítanak elő, tehát nem kereskedő cégek, nagy termelő vagy nagyon komoly szolgáltató cégek, exportorientáltak, import terméket hoznak létre, mert ugye azok nem a belső piacot rongálják. Nagyon fontos lenne, hogy Magyarországon a magyar vállalkozói középréteget létre kell hozni, egy olyan nagyon stabil gerincet, akik be tudnak szállítani a mindenkori multinacionális cégekhez. Nagyon fontos, hogy minél több multinacionális cég legyen Magyarországon, és ami még ennél is fontosabb, nagyon jó, magyar cégek szállítsanak be ezekhez a cégekhez, tehát ezekhez a multinacionálisokhoz. Ezt a magyar vállalkozói középréteget mindenképpen létre kell hoznia a mindenkori magyar államnak, úgy, mint akár, ahogy Spanyolországban ott a vállalkozók összlétszámának a 20 a nagy hozzáadott értékű, általában családi vállalkozás. Ezt valószínűleg nem fogjuk tudni elérni, de az, hogy olyan cégeket támogassunk, akik nagy hozzáadott értéket állítanak elő, tehát ugye nagyon sok benne a munkabérköltség, profit, nagyon nagy benne az amortizáció, tehát nagyon komoly technológiát használnak. Ezt a magyar vállalkozói középrételjét, akik 20-30 főt legalább már foglalkoztatnak, Valószínűleg külön kéne kezelni, és segíteni őket az exportpiacra való jutásba, akár direkt, vagy akár indirekt módon, ugye a multinational cégeken keresztül, az biztos, hogy elkerülhetetlen az ő támogatások.